Bedöglöttek a számítógépek, leállt az önműködő 4-es metró tegnap este. Volt olyan szerelvény, amelyik negyed órán át állt a megállóban. De még így is olcsóbb, környezetbarátabb és biztonságosabb, ha számítógép vezeti a metrót. Rédli Balázs a 4-es metró alagútjában utána járt, hogy miért. Szombatótól üresek a vezetőfülkék itt a 4-es metrón. Igaz, az utasok ebből nem sok mindent látnak, mert az oda vezető ajtókat bezárták, szóval nem látni az alagutat. Előtte sem metróvezetők ültek egyébként a fülkében, hanem úgynevezett vonatkísérők, akiknek az a feladata, hogy közbeavatkozzanak, hogyha valami rendkívüli történik, a vonatokat több kilométerre innen egy diszpécser központból irányítják. Szerettük volna ezt is megmutatni, de nem lehetett. Úgyhogy mutatjuk, hogy néz ki egy ilyen diszpécser központ Párizsban. A teremben sok-sok monitor és kijelző, és néhány ember. Alig páran irányítják a kontinens egyik legforgalmasabb metróvonalát. Hangos bemondó figyelmezteti az utasokat a 4-es metrón, hogy ne csodálkozzanak a vezető nélkül érkező szerelvények miatt. Tegnap este két vonat is az alagútban rekedt két állomás között. Mivel távolról egyiket sem tudták megmozdítani, végül két metróvezető begyalogolt az alagútba, és a vezetőfülkéből indították el a szerelvényeket. A forgalom erre az időre leállt, a metrokon rekedt emberek vártak, a többi utast pótlóbuszok vitték el. A BKK Facebook oldalán pedig többen méltatlankodtak, mert szerintük a cég nem adott tájékoztatást. A közlekedési cég szerint még vizsgálják, hogy mi okozta a hibát. Annyit már tudnak róla, hogy nem volt súlyos a baj. Azt írták, hogy ami történt, nem számít biztonságkritikus hibának. A 4-es metró a legmodernebb biztonsági rendszerekkel van felszerelve, melyek a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak is megfelelnek. A világon összesen 41 metróvonalon közlekednek automata szerelvények. Például Londonban, Párizsban, Barcelonában, vagy az ázsiai nagyvárosok közül Szingapúrban, Szöulban vagy Tókióban. Itt, Európában 15 olyan metróvonal üzemel, ahol a masinista nem a szerelvény elején ül, hanem egy diszpécser központban. Budapest a 12. ilyen európai nagyváros. Ez például a lyoni metró egyik vonala. A szerelvények eleje lényegében egy nagy szélvédő, remek kilátással a peronra, vagy éppen az alagútra. Gumikerekeken gördül, hogy minél csendesebb legyen. Metróvezető a 90-es évek eleje óta nincsen rajta. Ez pedig a világ leghosszabb vezető nélküli metróvonala Szingapúrban. 35 kilométeres, egy órába telik végig utazni rajta. A kocsikat ugyanúgy az Alstom szállította rá, mint a budapesti 4-es vonalra. A már említett párizsi metróvonalat mutatja be ez a kis film. Budapestről is szó van benne, mint Európa egyik első városáról, ahol metró közlekedett. Párizst keresztül kasúszelik a metró alagutak, ezért nem érné meg újabbakat építeni. Ehelyett a meglévőket igyekeznek hatékonyabban kihasználni. A legrégibb és legforgalmasabb vonalat ezért teljesen automatizálták. A vonatok így egy nap alatt 70 ezerrel több utast tudnak elszállítani, az üzemeltetés pedig környezetbarátabb lett. Az éves áramfogyasztás 15%-kal csökkent. Az áramszámla itt Budapesten is alacsonyabb, de az egésznek van egy plusz haszna is. A 4-es metrón működő automatika elromlani ugyan elszokott, de sztrájkolni és magasabbért követelni nem. Ezért itt várhatóan egy munkabeszüntetés alatt sem bénul meg a forgalom.